Ezt az iskola mellett álló oszlopot szemelte ki az egyik lakó térfigyelő kamera telepítésére. A Kodály iskola körzetében főleg a közlekedési anomáliákat tették szóvá a környéken élők, akik szerint például az indokolatlanul széles járdát szűkítve az úttestre nem lógnának be annyira a parkoló autók. Ennek a gépkocsinak a tulajdonosa ma túl közel állt a zebrához. Ettől az autótól pedig a kikanyarodók kényszerülnek a szembesávba manőverezni, mielőtt saját oldalukra térnének. Alig pár méterre ennek a Peugeot-nak a tulajdonosa veszi semmibe a szabályokat. Van tehát gond elég a környéken, amit tetéz a kukák mellé pakolt szemét sorsa. Erre véli az egyik lakó, lenne megoldás. Az önkormányzat közhasznú dolgozói részéről, hogy legalább egy heti egy-két alkalommal kivezényelnének kézi munkaerőt, és legalább amit ott fúj a szél, azt összeszednék. A város perem kerületeiben elszaporodó illegális hulladék eredetére adhat magyarázatot egy másik hozzászóló sejtése, aki a Lidl környékén tapasztaltakat foglalta össze. Látom, hogy szemét elhordó nap van. Akkor a BMW áll az úton, hogy kikerülni se lehet, de kuka nincs kitéve. Most, tehát még egyszer mondom, nem tudom, hogy az adatvédelmi szabályok ezt lehetővé teszik-e, de én ezt is egy megoldásnak találnám, hogy utána nézném, hogy minden egyes helyen, ahol laknak, ott van-e hulladékszállítási szerződés. A körzet önkormányzati képviselője, mint mondta, fontosnak tartja, hogy a problémák azon környékekről is befussanak, ahol esetleg többet tűrnek a lakók, hiszen nekik is hallatni kell a hangjukat. Az összegyűjtött észrevételek a város üzemeltetésért felelős alpolgármester asztalára kerülnek majd. Hozzá csatornázunk be minden egyes lakossági jelzést, így a legapróbb gallyazásos és kátyúzásos esetektől a nagyobb volumenű beruházásokon keresztül mindenféle igényt hozzájelzünk, és ő pedig a megfelelő helyre azonnal ezt érvényesíteni tudja. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan jó működő rendszer tud majd lenni, ami így a napi szintű feladatellátást fogja megkönnyíteni.